Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, ez itt az Ösztűz, Robert C. Kestel, biztonságpolitikai szakértő, az kutatója és a Neokon főmunkatársa állandó vendégünk, akit köszöntök itt a Zoom segítségével ma is az adásban. Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket, hallgatóinkat, egy napsütéses Jeruzsálemből a, a Tóraadás ünnepének az előestéjén. Jó ünneplést kívánunk előre is, és fogunk is foglalkozni Izrael kérdéseivel, Izrael kapcsolatos kérdésekkel a közel-kelettel is tágabb értelemben, de még előtte egy picit hadindítsam a beszélgetésünket ezen a héten, onnan, hogy EP választások voltak most vasárnap itt Magyarországon is, illetve más napokon, más európai tagállamokban. Ennek az eredményét már nagyjából tudjuk, folynak az elemzések ezzel kapcsolatban, és egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam az imént egy kínai fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy Kínában is nagyon foglalkoznak azzal, hogy mi történik itt az Európai Unióban, és hogy mi lett ezeknek az EP választásoknak az eredménye, ugyanis úgy gondolják, hogy a következő időszakra, akár az orosz-ukrán háború eszkalációjának a tekintetében is fontos kérdés az, hogy hogyan változik Európának az összetétele, és még hogyha az Európai Parlament összetétele, vagy maga a súlya ennek az intézménynek nem is olyan nagy, Arról lehet kapni képet, hogy az európai társadalom hogyan gondolkozik ezen kérdésekről. Ott Izraelben tudtak foglalkozni, foglalkoztak -e ezzel a kérdéssel, illetve Robertnek mi a véleménye, mennyire határozhatja ez meg a következő időszakot? Itt a közelkeleten azt hiszem, hogy lőtéli kutyát nem érdekelnek ezek a dolgok. Tehát megjelent egy ilyen egysoros cím szintén voltak választások, és a jobb oldal megerősödött a választásokon, és ennyi nagyjából. De tehát azt hiszem, hogy aki kicsit felületesen is nézi a dolgokat, tisztában van vele, hogy a, az egész konstruktum úgy van fölépítve, hogy ezeknek a választásoknak az eredménye ne legyen fontos, vagy ne számítson valójában. Tehát milyen, milyen, mint hangulatfelmérés csodálatos. Tényleg? Tehát mint hangulatfelmérés, azt hittem, hogy föltették a kérdést, és megkapták a választ. A válasz igen egyértelmű volt. Azt, hogy ebben a, ebben a ez a válasz mit változtat a dolgok lényegén semmit az égvilágon. Tehát én, én, úgy gondolom, hogy van itt egy optikai csalódás. Lehet, hogy Kínából nézve akkor a, a pára miatt, meg a föld görbülete miatt kialakul itt egy optikai csalódás. Az Európai Parlament nem egy, nem egy parlament. Az Európai Parlament nem parlament. Te kezdjük onnan. Tehát ki kell mondani, az Európai Parlament nem parlament. Mit tesz egy parlamentet parlamenti? Egy parlamentet azt tesz parlamenti, hogy a nép akaratát képviseli, hogy törvényeket alkothat. Most az, amerikai, az Európai Parlament nem alkothat törvényeket. Nem, nem terjeszthetnek be törvényjavaslatokat, nem oszlathatják föl a, 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 az Európai Uniónak a kormányát. Tehát az Európai Unióban a döntéseket a kormány hozza. A idézőjelbetév az európai kormányhoz, mondjuk úgy, ők, ők terjesztik elő a törvényeket, ezt az európai parlament hűmögni tud, meg el tudja húzni a száját, meg a fülét vakarja, meg az órát, az órát csavargatja, de, de végső soron ez van, így van fölépítve ez a konstrukció, hogy, hogy ne számítson egyáltalán az, hogy mit gondolnak az európai emberek, és még áttételesen se tudják befolyásolni a, a, az európai döntéshozatat. És ez nem egy tévedés, ez így lett fölépítve a dolog így lett felépítve a dolog, hogy pont ilyen jobboldali populista hullámokat, hullámok ne tudjanak elérni egészen a, a bársony székekig. Így lett felépítve a kortok, és működik. Láttuk a jövőt, és működik, ahogy a, a, a híres ember mondta valamikor. És ez a véleményem ebben a kapcsolatban. Tehát mint, mint hangulatfelmérés csodálatos, mint, mint gyakorlati változás, én nem látok semmilyen, semmilyen gyakorlati jelentőségét ennek. Azért ugye Macronnak a pártja az történelmi vereséget szenvedett ezen a választáson, most ott új nemzetgyűlési választásokat fognak írni, június 30-án lesznek ezek, és ha bár macron magát nem buktatja meg ez a választás, azért mégis egyfajta visszajelzés, visszacsatolás talán mindarra, amit ő az elmúlt időszakban mondott, tett, vagy amit sugalt. Igen, mindenképpen. Hát ez a nagy különbség a helyhatósági választások és egy közvéleménykutatás között. A közvéleménykutatás ez a propaganda folytatás, pártpropaganda folytatása más eszközökkel. Egy helyhatósági választás az, az, egy választás. Ott az emberek vesznek egy szetét és bele-beledobják abba az urnába, és akkor látjuk, ez, ez talán a leg, egy valódi választáson kívül, valódi választás után ez a legmegbízhatóbb barométere a közhangulatnak. Ezek a, ezek a közhatósági választások, és Európában vannak ezek az Európai Uniós választások is. És én azt hiszem, hogy Macron úr pontosan vette a lapot, és a belga kollégája pontosan vette a lapot, és pontosan, pontosan megértették azt, hogy mit jelentenek ezek a dolgok, és hogy milyen, milyen irányba megy a, a, a közhangulat, és erre reagáltak úgy Belgiumban, mint Franciaországban. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon fontos, mondjuk úgy, hogy egy sárgalap volt ezeknek a, ezeknek a politikusok, ezek politi a politikusoknak a számára. A, az európai polgár fölemelt egy sárgalapot még akkor is, hogyha tudta, hogy ez a sárga, hogy nem tudja kiállítani azt a játékost, de a sárgalapot lapot mégis fölemelte. Beszéljünk akkor egy picit az orosz-ukrán háborúról, mert hogy az egész ep -E s kampány egyébként, és nem kizárólag csak Magyarországon, de csak erre volt fölfűzve, hogy milyen irányba fog lépni Európa ezen háborút illetően, mennyire tud egyébként önállóan szuverén módon lépni, vagy válaszolni ezekre a kihívásokra, és mennyire inkább egyfajta végrehajtó szerepe lesz Európának. És ezzel kapcsolatban lenne az első kérdésem, ugyanis beszéltünk mi is az F-16-os vadászgépekről, vadászbomb amelyeket Ukrajna megkapott. Ugye, még ha visszatekernénk egy picit az időt, egy évvel ezelőtt még csak ötlet szintjén volt erről szó, és akkor is úgy emlékszem, a hírekben úgy jelent meg, hogy mintha szinte Zelenszkijnek elmentek volna otthonról, hogy ilyen kérései vannak, de ma már mint tény beszélünk róla, hogy megkapja ezeket az eszközöket, és ezeket valamilyen módon védenie kell majd az orosz támadásoktól. Na most az az ötlete támadt Ukrajnának, hogy más országok területén tárolná ezeket az eszközöket, tehát az F-16-os vadászbombázókat, méghozzá másik két NATO tagországnak a területén. Mit jelent ez? Én úgy gondolom, hogy addig nincs semmilyen tragédia, ameddig mondjuk Romániába parkol egy ilyen repülőgép, fölszáll, lereszkedik Ukrajnába egy ukrán bázisra, pár percről újra, újra tankolják, és akkor újra fölemelkedik, és akkor onnan indul bevetésre. ez, ez, ez szerintem még belefér a dologba. A egy olyan helyzet áll viszont, hogy egy ilyen repülőgép egyenesen, egyenesen egy romániai vagy egy lengyelországi bázisról emelkedik föl, és onnan, és egyenesbe hajt, hajt végre légi tevékenységet, vagy támadásokat orosz célpontok ellen, akkor az a bázis maga, honnan fölemelkedett a célpontá válik, és gyakorlatilag hadi állapot lép életbe a, a, az illető ország és Oroszország között. Ez pont olyan, mint hogy egy párhuzamot tegyek, az, hogy a, a, Hiszbal, a Libanon területéről lövi Izraelt, az azt jelenti, hogy hadi állapot van Libanon állama és Izrael között. Ez pont ugyanaz a helyzet. Egy pont ilyen helyzet állhat elő. Tehát, hogyha erre odafigyelnek az ukránok, hogy, hogy felszállnak arról, arról a román repülőgépről, eh, letacsolnak két perc egy ukrán repülőt, repülőtéren esetleg, hogy ott csak annyi, csak annyi időre, hogy újra töltsék a repülőgépet, vagy valami ilyesmi, és onnan induljon tovább, formailag azt hiszem, hogy ez még belefér a... Ez, ez, ez még, ki, ez, 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 ez még egy elviselhető dolog. Nem tudom, hogy az oroszok így látják-e. Itt, itt, itt ez teljesen Subjektív dolog itt. Minden azon, azon azon múlik, hogy az oroszok hogy értelmezik a dolgokat. Hogyha az oroszok provokációt akarnak ebben látni, akkor a napfelkeltében is provokációt láthatnak, ha pedig a, úgy, úgy ítélik meg, hogy le kell nyelniük ezt a békát, akkor azt is le fogják nyelni, hogy, hogy az ukránok kicsit merészebb dolgokat hajtanak végre. De de én, én, én ezt eleve egy nagyon rossz ötletnek tartom, ezt a belekeverni NATO bázisokat közvetlen eh, harccselekményekben nagyon rossz ötletnek tartom. Ugye az ukrán-orosz fronton azért történnek kisebb-nagyobb változások, ezekkel egyébként egy másik műsorban részletesen fogunk foglalkozni, úgyhogy én ezeket most nem is hoznám ide. Viszont a nagykép tekintetében érdekelne a véleménye. Több szakértővel, akivel beszéltünk mi is itt a rádióban, elmondták, hogy nagy bajban van Ukrajna, és katonai szinten is ezek a problémák már jelentkeznek. Ön hogyan látja a kiutat Ukrajna számára ebből a konfliktusból. Tehát meddig ö, tudja még Ukrajna állni ezt a háborút ezzel a tempóval, és mit vár most a nyártól e tekintetben? Én úgy gondolom, hogy ha Ukrajna nem ismeri el azt, hogy elvesztette ezt a háborút, amit már régóta el kellett volna ismernie. Tehát lehet, lehet ötletezni ebben a kérdéssel kapcsolatban, és itt is lehet mindenféle kreatív, kreatív sorokat gyártani, erre való a szövegszerkesztő program. A szövegszerkesztő program mindent elbír. Tehát lehet mindenféle kreatív ötleteket dobálózni, és újságcikkeket írni róla, de Ukrajna elvesztette ezt a háborút, ebben tisztába kell lenni. Most a kérdés az, hogy ezt knockoutra vesztette el, vagy pontokra vesztette el ezt a háborút. És én azt hiszem, hogy minél, minél hamarabb lezárja Ukrajna ezt a háborút, ahogy ezt 2020 2022. májusában próbálták lezárni akkor annál jobb lesz. Mert a helyzet semmiképpen nem lesz jobb. Viszont, hogyha Ukrajna nem ismeri el azt, hogy ezt a háborút elvesztette, akkor ezt szinte a végtelenségig le ki lehet húzni. Ezt többször elmondtam már, hogy Ukrajnának van egy igen számottevő erőforrása, ez az országnak a hatalmas területe. Tehát, hogyha az ukránok elkezdenek visszavonulni, mint ahogy az oroszok vonultak vissza a Napóleon elől, mondjuk a, Napóleonnak az oroszországi hadjáratában, akkor ezt hónapokig, évekig el lehet még húzni ezt a háborút. De mindez nem változtat az azon a tényen, hogy ezt a háborút Ukrajna elvesztette. Tehát, hogyha itt és most befagynának a, a frontvonalak, ahol most vagyunk, akkor is Ukrajna elvesztette a háborút. Miért? Azért, mert elvesztette a területének a 20%-át, azért, mert nem sikerült csatlakozni a NATO-hoz, mert a hadi állapot fennáll Oroszország és Ukrajna között. A lakosságának a nagy része menekülté vált. Most majd ezek, ezek objektív dolgok, ezeket meg lehet próbálni szétmagyarázni ezeket a dolgokat, a tények akkor is tények maradnak. És ezzel kapcsolatban volna egy, egy javaslatom, hogy mi a, mi a győzelem meghatározása. Tehát egy teljesen a józan paraszti ész alapján, hogyha választanunk kell, hogy mi, mi, szeretnénk lenni, inkább oroszok vagy ukránok per pillanat, akkor mindenki döntse el magának, és akkor ez, ez a válasz arra, hogy kinyerte meg ezt a háborút. Egy picit más szemszögből megközelítve ezt a kérdést, az utóbbi időben többet gondolkodok én rajta, hogy mi, mi lett volna a jó megoldás, milyen, milyen reakciót lehet adni egy olyan agresszióra, amit Oroszország meglépett 2022-ben, ha azonnal, hogy mondjam, Ukrajna feltartott kezekkel várta volna ezt a. Ezt a csapást olyan szinten, hogy legalább megpróbál mondjuk rögtön tárgyalóasztalhoz ülni az első videkezési mechanizmusok után, akkor lehet, hogy elveszítik azokat a megyéket, amelyekről Oroszország igényt tartott, és hát persze nem tudjuk, mi történhetett volna. De azért mégiscsak egy. Picit az emberi igazság érzetét sérti az, hogy lekelülni, tárgyalni. Igazából valószínűleg Oroszország nem adja vissza azokat a területeket, amik nála vannak, hiszen katonai erővel megszerezte őket, nem azért hozott ezért saját maga is áldozatot, hogy most visszaadja. És Ukrajna pedig, amit kaphat a cserébe egy ilyen tűztüneti béketárgyaláson, az az, hogy nem éri több agresszió, tehát hogy esetleg kivonulnak, vagy elvonulnak, és, és nincs több támadás. Tehát hogy lehet ezeket a helyzeteket jól megoldani egy ilyen országnak, mint Ukrajna? Én úgy gondolom, hogy az, az igazságérzet az nem egy stratégia, nem egy geopolitikai kategória. Tehát mikor, mikor geopolitikában alapkiképzést végeztem, akkor nem, nekem nem tanítottak igazságérzetet. Nem volt, ilyen, nem volt ilyen óra, hogy 8 és 9 között igazságérzetet tanulunk. Ez nem, ilyen, nincs, 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 nincsenek ilyen faktorok a geopolitikában. Tehát a, a, az igazi okosság az lett volna nem kerül ilyen helyzetbe. Nem kerül ilyen helyzetbe eh, valahogy kiegyezni az oroszokkal. Tehát, hogyha az ukránoknak nincs, nincs egy térképe, akkor szívesen küldök nekik egyet, vagy, vagy faxon, vagy, vagy e-mailen küldök egy térképet, hogy, hogy nézz ezenek a térképre, hogy hol vannak, hol van Oroszország, hol vannak ők, hol van a nyugat, és uh, én azt hiszem, hogy ez, ez a válasz erre a kérdésre. Tehát akinek volt, volt két, két működő szemgolyója, meg némi, némi szürke állománya, két szemgolyója mögött, az körülbelül be tudtam mérni, hogy mi, mi, fog bekövetkezni. Nem, nem kellett bekövetkezni ennek most. Lehet, hogy ez a konfliktus kialakult volna tíz év múlva, vagy lehet, hogy tíz évvel korábban alakult volna ez a konfliktus, de azt, hogy ismerve Oroszország történelmét és Oroszországnak a, a konfrontatik viszonyát a, 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 nyugattal az utóbbi évszázadokban, e, erre mond, e, ezért adtam a könyvemnek azt a címet, hogy a verekedő hegyek között. Mert mint a népmesében, mikor a, a hősnek, a legkisebb fiúnak át kell menni a verekedő hegyek között. Hát nagy, nagy nagyon merész kell legyél, nagyon ostoba, hogy a két verekedő hegy közé be, befurak, hogy mert összecsaphatnak. Ö, össze, összecsaphatnak a, a rajta fölött te a verekedő hegyek, és ezt kellett volna Ukrajnának elkerülnie. Tehát láttuk azt, hogy a második világháborúban Svédország például sikerült egy ilyen testcsellel sikerült kimaradni a háborúból. Láttuk azt, hogy a hidegháború alatt Ausztriának és Finnországnak különböző módokon, különböző trükkökkel sikerült semlegesnek maradnia a tömbök, tömbök között. Most a második világháborúban Finország elvesztette Karéliának egy jelentős részét. Az ő igazságérzetük is mondhatta volna azt, hogy hát akkor tudom én, életünket és vérünket, meg nem engedünk, meg nem, nem, soha, meg stb. dolgok, és lett volna egy finn szocialista köztársaság a Varsói szerződésen belül. Tehát én azt hiszem, hogy a, a régi közhely a politikában, hogy a politika a, lehet, a lehetségesnek a művészete. És Ukrajna relatívek, nem, tehát nem egy kis ország földrajzilag, de ami a katonai, meg a gazdasági, meg a politikai erejét illeti, aránylag kis ország Oroszországhoz képest. És nem ehhez mérten politizált. És azok, akik belesodortak Ukrajnát ebbe a NATO csatlakozási kalandba, én úgy gondolom, hogy nem tettek, nem tettek nagy nagy szívességet Ukrajnának. Ezt talán meg lehetett volna lépni a 90-es évek elején, de már 2008-ban, amikor ez a, ez a bukaresti beszéd elhangzott, Bushnak a beszéd elhangzott, akkor már túl késő volt. Ez már egy teljesen más Oroszország volt, és minden időzítés kérdése. Ez épp olyan, a lánykérés, a lánykérés és időzítés kérdése. Térjünk át akkor egy másik háborúra, a közel háborúra, Izrael háborújára. Már csak azért is, mert a mércén lehetett olvasni az elmúlt napokban egy olyan cikket, amelynek az a címe, hogy Izrael elvesztette a háborút, majd ezt is kérem, hogy kommentálja magát a címet. Uh -huh. De a nagy részt arról szól a cikk, vagy legalábbis részek szólnak arról, hogy Izraelnek nem volt terve erre a háborúra. És egyébként ez nem csak a mércén, más oldalakról is lehetett már olvasni, vagy szakértői véleményekben, hogy nem volt igazán terve erre a háborúra, és arra sincsen terv, hogy hogy kell ebből a háborúból kijönni, hogy mi lesz ezek után Gázával. Hogyan látja ezt a helyzetet, és ez a, 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 ha már itt a nyertesről, meg a vesztesről egy picit beszéltünk, akkor ebben a tekintetben hogyan látja most az izraeli háborút? Hát kezdjük talán a tervek kérdésével. Gondolom senki nem gondolja azt, hogy épeszű ember elindít egy háborút, minden terv hát, Épp úgy, hogy nem megyünk el egy kéthetes vakációra az Egyesült Államokban mondjuk, vagy, vagy tudom én Nyugat-Európában, annélkül, hogy legyen egy tervünk. Igen kevés ember van, aki úgy, úgy indul el, mondjuk, hogy beülök az autóba, és akkor majd meglátom. Biztos vannak ilyenek, de általában kevesen vannak. Ugyanakkor, eh, mikor így indulunk el, akkor nem, nem lehetünk biztosak abba, hogy, a, hogy az ágy, meg a kenyér, meg a kulacs találkoznak a nap végén, vagy valami ilyesmi, ha így indulunk el minden terv nélkül. Tehát van ebben, van ebben egy eredendő abszurditás ebben az állításban. Tehát kezdjük innen a dolgokat. Ami tény, hogy Izraelnek nem voltak tervei arra, hogy, és talán mai napig sincsenek tervei arra, hogy elfoglalja egész gázat, vagy annektálja gázát, vagy hogy újra bekebelezze gázát, mondjuk úgy, mint a 67-es háború után, erre nem voltak tervek, ez teljesen egyértelmű. Arra igen jól kidolgozott tervek voltak, hogy hogyan kell válaszolni egy, egy ilyen Hamas támadásra tervek nem, 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 tartalmaztak manővert gázaterületén belül. Tehát erre az izraeli hadsereg nem, nem, nem volt fölkészülve, hogy újra manővereznie kell Gázán belül. A tervek az, azok voltak, hogy komandóakciókat hajtanak végre Gázán belül, légierő, tűzérség, precíziós csapások és ennyi. És ezért, ezért kellett eltelni három, négy, körülbelül három 4 hétnek az október 7 i támadás és a szárazföldi akció megkezdése óta, hogy ezeket a terveket kidolgozzák. Tehát, hogyha Izrael egyből október 8-án nekiugrott volna Hamas torkának, akkor, akkor lehetett volna állítani, némi abszurditással, de lehetett volna állítani, hogy itt nincsenek tervek. Minden hadseregnek vannak tervei. Biztos vagyok benne, hogy magyar hadseregnek is vannak tervei avval kapcsolatban, hogy hogyan fogják el a dél, foglalják el a déli sarkot. Tehát ez a, ez, a dolga. Vannak tisztek a hadseregekben, hogy ez a feladatuk, hogy a, a fiókoknak készítenek terveket. Vannak mély fiókok, a fiókok mindent elbírnak, és különböző eshetőségekre terveket készítünk. Miért? Mert a politikai döntéshozó azt várja bár, el tőlünk, hogy opciókat adjunk neki. Hogy letegyünk négy dokumentumot az asztalra, ez az A ez a B tervezet ki vannak már dolgozó, logisztika, hírszerzés, stb. Tehát minden, amit beleteszünk apait meg anyait, mint a tökös mákos rétesbe, amit tudunk, ez olyan, mint egy iskolai fogalmi, egy egyetemi fogalmazás, beleteszünk mindent, amit tudunk egy ilyen tervbe, esetleg különböző csoportok dolgoznak különböző terveken, és leteszünk a döntéshozó elé, és ezzel bizonyítjuk be, hogy milyen felkészültek vagyunk. Tehát ezt állítani, nincs terv, az egy dolog. Én megértem azt, hogy a, 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 az illető e, e, publicista a mércében meglehetősen frusztrált attól, hogy az izraeli vezérkar vagy az izraeli kormány nem osztotta meg vele a terveket, és én megértem, hogy ez teljesen tűrhetetlen ez az állapot, de, de, de ezt, ezt tűrni kell. Ez sajnos tűrni kell, hogy, hogy az izraeli vezérkar, még, 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 még nem állunk ott, hogy egyeztetnünk kell a, 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 mérce, a mérce újságíróival azt, hogy még a terv. Ez az egyik dolog. Az, hogy mi lesz a háború után, ebből kapcsolatban forgatókönyvek vannak. És itt a probléma, van egy, van egy probléma, és ebben, ebben az illető e, újságírónak igaza van, hogy, hogy van, van, itt egy ellentmondás. Tehát az, a szakmailag olyan lépéseket kéne meglépni katonailag, ahhoz, hogy ez a háború sokkal gyorsabban, sokkal sikeresebben lezáruljon, amit Izrael nem akar meglépni. Izrael a konszenzus az, hogy nem akarjuk elfoglalni újra Gázát, nem akarunk újra, nem akarjuk újra annektálni, nem, akarjuk, nem akarunk katonai kormányzatot létrehozni Gázában. É, tehát ez a politikai akarata a, a, a konszenzus 90 ának Ugyanakkor a katonai logika pont ezeket a dolgokat követelné meg. Tehát van itt egy feszültség a két dolog között, hogy mi az, amit szeretnénk, a másik az, hogy mi az, amit meg kéne tenni, és ezen belül van legalább öt forgatók, hogy öt ilyen tervet tudnék mondani. É, nincs egyetlen egy terv. Tehát é, aki, aki kicsit is követi az eseményeket, tisztában van vele, hogyha most az izraeli kormány kiállna, és bármilyen tervet tenne a, ma, a magáéba, azt mondaná, hogy az öt, öt lehetséges forgatókönyvből a harmadik az, ami ami számunkra a a, 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 preferált forgatókönyv, ez a tervünk, ezt akarjuk végrehajtani, akkor a kormány megbukhat, egy komoly problémákat okozhat az amerikai szövetségesünkkel, esetleg a nemzetközi közvéleményel kapcsolatban, esetleg a palesztinokkal kapcsolatban, tehát van -e következményei. Ezt hívják úgy, hogy a, 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 constructive ambiguity, ahogy, Kissinger hívta, a, a konstruktív ködösítés. Konstruktív ködösítés. Úgy nem árulod el a terveidet. És én azt hiszem, hogy a, azt hiszem, hogy a történelem hajnala óta a, hadi, a hadvezérek, a királyok nem szerették elárulni a terveiket, ezért, ezért hívják ezt hadititoknak. Ezek a tervek titkosak, és én inkább forgatókönyvekről beszélnénk, mert még nem tudjuk, hogy hogyan fog végződni ez a háború. Nem tudjuk, hogyan fog végződni ez a háború, és nem tudjuk, hogy melyik terv lesz kivitelezhető az adott helyzetben. Tehát ez lenne a válaszom. Én olvastam az illető az cikket, én azt hiszem, hogy az illető újságíró csokorba szedte az összes progresszív hülyeséget, amit lehet olvasni a sajtóban, és minden kritika nélkül, tehát minden kritika nélkül, és minden ön, ö, önellenőrzés hiányában, fact-checking hiányában közölte a dolgokat. Tehát, mikor olyanokat írt, hogy Izrael a, a a tuszoknak csak egy töredékét sikerült kiszabadítani, ez nem igaz. A tuszoknak több, mint a felét sikerült kiszabadítani. Egy részüket tárgyalással, és egy részüket pedig direkt katonai akciókkal. De ez, ez, ez csak egy ilyen, csak egy a googlizás távolságra vannak ezek a dolgok, de, de de mikor benne vagyunk a narratívában, akkor azt föl kell kérőzni a negyedik gyomorból, és akkor azt meg kell rágni újra, stb. Pedig pedig a, a, a tények ott vannak, bárki elérheti őket a, a, a googlin rendelkezésünk állnak. No, azért még egy picit szemetgetett belőle, már csak azért is, mert ugye a cikk még fölveti feltételes módban, hogy mi lesz, ha Benny Gantz elhagyja a, a háborús kabinetet, és ugye ez a lépés megtörtént egyébként, elhagyta a háborús kabinetet, Benny Gantz volt miniszter. Ez mennyire okoz egy instabilitást most Izraelben? Mennyire szólnak erről a hírek, vagy pedig minden megy tovább? Hát mondjuk úgy, én nem hallottam egy koppanást, hogy kiesett a világ feneke de ezt a koppanást én nem hallottam. És tisztában kell lenni avval, hogy a jelenlegi kormánynak van egy stabil 64 mandátumos többsége, és stabil többséggel kormányoz a jelenlegi kormány, az előző kormánynak egy hajszál 60-as, tehát gyakorlatilag egy paritásos alap, volt 120 parlamenti képviselőből, de 60 fős, nem is mondhatom, hogy többsége volt, de ebben kormányoztak több mint egy évvel. Hát a mostani kormánynak megvan a stabil 64-es 64 mandátuma, tehát ilyen szempontból a, a, az illető politikusnak a pártja csupán egy adalék volt. És sokan azt mondanák, hogy bizonyos szempontból hátráltatták a háborút, egyfajta ilyen korlátozó, mérsékelő tényezőként működtek a kormányon belül, és lassították a háborúnak a menetét, nem, nem hajtották előre a háborúnak a menetét. Tehát nem szeretek én politikai, belpolitikai vagy pártpolitikai fejtegetésekbe belebonyolódni. Tehát a, mi a kormány stabilitását illeti, ez nem változtat semmit a dolgokon. Én úgy gondolom, hogy a döntési szabadsága a jelenlegi kormánynak drámaian megnövekedett, mert nem kell két porus, porus között manőverezni, hanem van egy stabil blokk, ezt a 64 -es, ez, ez, ebben a 64 mandátumos blokkal alapított kormányt a jelenlegi miniszterelnök, és ebben folytatja tovább. Tehát mindenki más, aki kijön, bemegy, stb. csak. Többi csak csak, csak ráadásként szolgál a dologhoz. Na még azért egy picit hadd ugyanis van itt egy olyan mondat is, több is egyébként, amely arra utal, hogy igazából Izrael ezzel a háborúval, amit most folytat a Hamas-Szellel jóformán, azt érje el, vagy semmit nem ér el, igazából ezt állítja a cik, de azt eléri, hogy lerombolódnak ezek a házak, igazából földön futóvá teszi azokat az embereket, akik Gázában eddig éltek, és akkor ezt idézem is, hogy a katonai műveletek az Üvezet lakhatatlaná tételén kívül más nem tudnak elérni, ez viszont nem oldja fel a palesztin-izraeli ellentéteket, éppen ellenkezőleg biztosítja, hogy a Hamas-szerű képződményeknek mindig legyen utánpótlása ez visszavezet minket a szándékok és képességek kérdéséhez. Tehát, ami a palesztinok szándékai illetén, azt hiszem, van itt egy ilyen alapvető tévedés. Van egy olyan elképzelés, hogy, hogy Gázában csupa a lakott, és hogy nem, kellett, hogy nem haragítottuk volna őket magunkra, akkor, akkor megmaradtott volna két és fél millió filoszemita élt volna Gázában, és milyen jó lett volna a dolog, és igazán nem kéne őket magunkra haragítani. Tehát van egy, ilyen, van, van egy, ilyen, van egy ilyen toposz. De ezzel szemben láttuk, hogy ezek a filoszemiták hogy működtek október 7-én, most nem a terroristákról beszélek, hanem a csőcselékről, amelyik átömlött a terroristák után, és láttuk azt, hogy mi a természetes ösztöne a palesztin társadalomnak, mikor nincs semmilyen korlátozó tényező. Tehát ez a Free Palestine, ezt október 7-én láttuk, hogy hogy néz ki a Free Palestine, így. Így, így néz ki a flippen. ez a palesztin társadalom a magas pont Tehát ami az indulatokat, meg a, a szándékokat illeti, azt, azt, hiszem, hogy ott a, a stabilan százon vagyunk, a nulla, nulla és száz között stabilan százon vagyunk, ezen változtatni nem lehet. Mi az, amin változtatni lehet? A képességeken. Van a szándékok és a képességek. A szándékaik azok adottak, láttuk. A képességeiken viszont tudunk változtatni. És ami az elpusztított terroristákat, meg a, a lerombolt házakat illeti, tudom, hogy egy újdonságot fogok közölni, de, de, így nyerünk meg háborúkat. Így meg háborúkat. És mikor azt állítják, hogy Izrael csak a 30%-át ölte meg a Hamas harcosainak, guess what? A második világháborúban a, a, a német hadseregnek körülbelül a 30%-át kellett megölni ahhoz, hogy a szövetségesek megnyerjék a háborút. A birodalmi japán hadseregnek a 35%-át kellett megölni, hogy Japán elveszítse a háborút. Az osztrák-magyar monarchia az első világháborúban kevesebb, mint a 20%-át vesztette el a, a csapatainak, és elvesztettük a háborút. E, tudom én, ugyanezt lehet mondani az első világháború alatt Németország. Kevesebb, mint a 25 20%-át vesztette el a, 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 a katonai erejének, és elvesztette a háborút. A második világháború alatt a német e, városoknak körülbelül a, a 30%-a, az épületeknek a 30%-a vált lakhatatlanná. Gázában nagyjából ugyanezekről a számokról beszélünk. Így nyerünk meg egy ez a háborúnak az egyik mércéje. Önmagában ez még egy elégséges feltétel a háború megnyeréséhez, de ezek azok a kis dolgok, amikkel el lehet mérni azt, hogy hogyan hogyan haladunk előre egy háború megnyeréséhez? Háborút nem mindig úgy nyerünk meg, hogy egy hadihajó fedélzetén valaki aláír egy kapitulációt. De mikor a háború lezárul, akkor a másik fél pontosan tudja, hogy ki nyerte meg a háborút, és te is pontosan tudod, hogy ki nyerte meg a háborút, még akkor is, hogyha ezek a divatos újságokban különféle cikeket írnak olyan emberek, akik, eh, tudom én, eh, még sportlövészeten sem vettek részt soha. Volt most egy mentőakció, ha már a túszoknál jártunk, négy túszt sikerült kiszabadítani a Izraelnek a Hamas fogságából, és hát azért övezte kritika ezt a fajta mentőakciót, mert hogy nagyon sok palesztin halt meg ebben a mentőakcióban, tehát a túszabadító túsz akcióban. Az lenne a kérdésem, hogy ha, ha akar, akkor ennek a részleteibe is egy picit belemehetünk, hogy hogy néz ki egy ilyen katonai művelet, nyilván alapszinten, vagy hát felszínesen, és arra lennék kíváncsi még, hogy a háború egészére lesz-e ennek bármilyen kihatása vagy befolyása? Talán kezdeném a végéről a dolgokat, ami a, a, az akciónak a kihatását illeti a háború menetére. Ez egy taktikai szintű akció volt. Óriási bravúr, majd fogunk látni, filmeket, filmeket fognak erről csinálni, könyveket fognak erről írni. Kétségtelen, hogy a. a az utóbbi évtizedek egyik legbonyolultabb ilyen túszmentési akciója volt. Tényleg szakmailag azt hiszem, hogy biztos vagyok benne, hogy a, a világ összes ilyen a tech-je, te, meg tech-szerű alakulata már küldi a képviselőit, hogy, hogy feldolgozzák, hogy ide jönnek, és feldolgozzák, megtanulják, és feldolgozzák a tapasztalatokat, mert nagyon-nagyon fontos tapasztalatok átadására kerülhet sor, főleg ami az együttműködést illeti a különböző, különböző fegyveres erők, különböző fegyvernemek között. Tehát láttuk, itt voltak egy különleges rendőri alakulat, láttuk a, 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 az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, a, a, a a, harcosai, láttunk különleges katonai alakulatokat, légierőt, haditengerészetet. Tehát gyakorlatilag minden, ami, ami abban a bőségszarúban benne van, minden együttműködött ahhoz, hogy ez az akció sikerüljön, és hírszerzésének meg volt támogatva amerikai, meg brit drónokkal is. Meg. Tehát volt itt egy nagyon komoly, Uh, úgy helyi, mint egy koalíciós, koalíciós, akció, azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon profi akció volt, és erről majd fogunk látni még filmeket szerintem a következő években. De a háború menetét a stratégiailag nem változtatott semmit. Tehát plusz négy tuszt sikerült kiszabadítanunk, sikerült uh, Lefektetünk néhány száz gazembert ott Nuszerátban, ebben az ebben a menek, id, téve menekült táborban, ahol tuszul tartották őket, tuszként tartották őket fogva, de gyakorlatilag a háború menetén ez nem változtat. Tehát ez lenne a válaszom az első kérdésre. Ami a második kérdést illeti, azt hiszem, hogy egy tévedés, hogy egy mérleg serpenyőjére teszik föl a, a egyik oldalt, van a négy túszt, és a mások, másik oldalt tudom én, 200, vagy nem tudom hány palesztin halott. Ezeket mind a mérlegnek ugyanarra serpenyőjére kell tenni, legalábbis én mindenképpen a mérlegnek ugyanarra serpenyőjére teszem. Mert abban a pillanatban, mikor valaki a civil lakosság körében rejti el ezeket a tuszokat, és civileknek adja ki ezeket a tuszokat hűbérbe, hogy tartsák otthon őket, mint egy házi állatot, bocsánat, mint, mint egy rabszolgát, aki takarít nekik, vagy valami ilyesmi. Náluk szállásolják el őket, és több száz fegyveres te terrorista veszi körül a környező házakban ezt a, ezeket, a tusz, ezeket, a családokat, akik a, túlszedő, a túlszokat tartják fogva, akkor mégis mire számítottak? Mégis mire számítottak? mire számítottak, hogy mi fog történni, ha jön egy ilyen, egy ilyen túszmentő akció. A, 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 a doktor bácsi, meg az újságíró fia, meg a többi túsztartó, tudjuk, hogy kik azok, az egyik az El volt a riportere, az egyik túsztartó, másik pedig a, a, az idesapja, egy, 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 doktor bácsi. Persze minden a hadsereg mindenkit megölt ahhoz, hogy kiszabadítsák őket, ami a legtermészetesebb dolog a világon, de mégis mire számítottak. Tehát én azt hiszem, hogy ha a Hamas azt akarta volna, hogy, ezek, hogy a civil lakosság körében ne legyenek áldozatok, akkor, akkor túszokat tüszok, egy Hamas katonai létesítményben tartották volna egyenruhás Hamasz harcosoknak a, az őrzés alatt. Abban a pillanatban, hogy ezt elhelyezik őket a, tudom én, a, a, az Erzsébet körült 20 alatt a második emelet B-ben, akkor nyilvánvaló, hogy a, a házmestertől kezdve az egész bérház meg fogja érezni azt, mikor jönnek kiszabadítani. Legtermészetesebb dolog a világon. És azt hiszem, hogy van itt még egy dolog, még akkor is a kellemetlen lesz egyeseknek ezt hallani. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos volt ez az akció, hogy a gázai társadalom számára beárazza ezt a dolgot. Tehát lehet, hogy a háború elején jobb dolognak tűnt átmenni a határon, nem erőszakolni, gyilkolni, túszokat szedni, meg minden, vagy túszokat tartani. És esetleg úgy spájzoltak be a túszokkal, mint egy ilyen befektetés, mint egy államkötvény, amit majd id idővel pénzről lehet beváltani. És akkor most ezt a hadsereg, kicsit, az izraeli hadsereg ezt egy kicsit beárasztani nekik. Azt hiszem, hogy mindenki, aki most túszokat tart otthon, egy kicsit, egy kicsit arrébb mennek, egy, egy, egy méterrel kicsit félrehúzódnak a túszoktól, mert nem tudják, hogy mi fog történni a következő, a következő pillanatban és engem teljesen megdöbbent az a hülyeség mennyiség, amivel a, a nemzetközi baloldal a saját hal, a halottjaként gyászolja ezeket a, a túszedőket, meg azokat, akik megpróbáltak megölni a tuszokat, vagy megpróbáltak megölni azokat, akik megpróbáltak kiszabadítani a tuszokat. Hát igen, igen furcsa itt a, a morális a, tudom én, a, 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 morális értékítélet az, embereknek, az embereknek igen furcsa. Nem, azt itt, nem, a, nem azokat ítélik el, akik a tuszokat szedtek, és láttuk, hogy miket csináltak nőkkel, meg gyerekekkel, meg stb., hanem azokat, akik megpróbálják őket kiszabadítani. Tényleg egy fejére állított világban élünk. Hétfői hír, hogy Biden, a Biden adminisztráció Kataron keresztül közvetlen tárgyalhat a Hamasszal az amerikai túszoknak a szabadonbocsátásáról. Nem tudom, hogy itt hány emberről beszélhetünk még, és ez biztosan tudják-e már, hogy kik azok, és hogyan, mert én láttam még pár héttel ezelőtti híreket, még itt is voltak sajnos bizonytalanságok, egyáltalán azzal a kapcsolatban is, hogy ezek az emberek még életben vannak-e, mármint a túszok. És mit szól ahhoz, hogy közvetlen tárgyalások történhetnek itt mit ez? Én gondolom, hogy ez már maga az ötlet. Én nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen -e valóság magja, mert az amerikai adminisztráció cáfolta ezt a dolgot. De, de tudjuk azt, hogy évtizedeken át a, a hivatalos hozzáállás az Egyesült Államoknak az volt, hogy nem tárgyalunk túlszedőkkel. És a régen adminisztráció, mikor ezt megpróbálta, megpróbált, volt ez a híres Irán kontra. Ö, botrány, talán az idősebbek még emlékeznek rá, amikor egy ilyen körkörös akciót próbált az a régen adminisztráció eh, eh. Tető alá hozni, ami nagyjából abból állt, hogy szaudi pénzen izraeli fegyvereket adnak át Iránnak, és, azon a, és a pénz egy részéből aztán azokat a, a nikaraguai kontrákat segítik, akiket nem volt szabad pénzzel támogatni, mert az amerikai képviselőház ezt megtiltotta, és mi, miért akartak fegyvereket szállítani Iránnak, azért, hogy Irán nadba vesse a befolyását, hogy amerikai túszokat bocsássanak szabadon Libanonban. Tehát ezt mind é, titokban próbálta a régen adminisztráció ezt a bonyolult ügyletet létrehozni, és mikor kitudódott, akkor a nemzetbiztonsági tanácsadó a börtönbe került. Poindexter admirál is, hogy megvédje az elnököt, magára vállalta ezt a felelősséget, és fél, év, fél évre börtönbe került emiatt. Tehát egy ennyire, ennyire súlyos taburól van szó az Egyesült Államokban, és ami ezelőtt néhány évtizeddel tabu volt, most, Teljesen nyíltan tárgyalnak arról, hogy az Egyesült Államok most kapitulálni akar a Hamasnak és valamit fog, 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 majd fog nekik adni, tudom én, hogy kiengedjék azt az öt tuszt, öt akiknek amerikai állampolgársága is van. Ezek izraeli tuszok, csak van amerikai állampolgárságok is. Tehát én, én, én azt hiszem, hogy ez egy, már maga azt, hogy ezt nyilvánosan csinálják ezeket a dolgokat, ez, 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 ez egyszerűen egy botrány botrányos dolognak tartom, és az Amerika gyengességének a jel, és az egész, régió így fogja, így, fogja, így fogja, értelmezni a dolgot. Na de akkor kapcsolódok ide a következő hírünk is, ugyanis Benjamin Netanyahu a közel jövőben Amerikába látogathat, ahol egy beszédet fog elmondani. Ennek a látogatásnak mi az apropója? Ki kit hívott meg, vagy ki kihez jelentkezett be? Miről lehet majd szó? És lehet-e ennek a látogatásnak bármilyen következménye a háborúra? Nagyon érdekes dolog, mert a, a háborúval párhuzamosan folyik egy politikai politikai csatározás is. Egyrészt látjuk azt, hogy a, a úgy, talán úgy lehetne írni ezt az akciót, hogy Biden, Biden közlegény megmentése, megpróbáljuk, megmenteni meg, meg a választásokat Biden elnök, Biden elnök emberei, megpróbáljuk megmenteni meg ezt, ezt, a, a veszett fejszenyelét. Ugyanakkor Izraelben az izraeli kormány is teljesen egyértelműen a nyerekben akar maradni, nem akarják elveszteni, nem, akarnak, nem, akar, nem, akar, nem akarnak megbukni. És ugyanakkor a, a, dolog tragédiája az, hogy ez egyfajta ilyen mérlekhinta. Tehát az esem, ha úgy alakulnak az események, hogy a Bidennek a a, 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 szerencséje fölfelével, akkor az izraeli kormány lefelé megy, és fordítva van, mint egy ilyen mérlekhinta, és ezt sok demokrat ezt úgy értelmezi, hogy egyszerűen meg kell buktatni az izraeli kormányt ahhoz, hogy biden növek, növekedjenek az esélyei arra, hogy megnyeri ezeket a választásokat. És nekem úgy tűnik, hogy az amerikai adminisztráció maga részéről mindent megtesz, hogy megbuktassa jelenleg izraeli kormányt. Tehát abszolút mindent. Hogy a, ahogy, az anglicizmus, ahogy az anglicizmus a lélek, a, a, a konyhai lefolyón kívül mond, mindent hozzávágtak ehhez a problémához, ahogy csak hogy megbuktassák ezt a kormányt. Egyelőre még nem sikerült nekik. És akkor most erre jön a riposzt tulajdonképpen, hogy a, a republikánus. A republikánus Publikánusok meghívták az izraeli miniszterelnököt, hogy a, a képviselőház két háza előtt beszéljen, és ennek nagyon nem örült a biden adminisztráció, mert úgy értelmezik ezt, hogy egyrészt az, az izraeli miniszternek meg fogja köszönni Amerikának a segítséget, ugyanakkor olyan üzenetet is átfogadni, ami káros lesz a, a, a biden adminisztráció, vagy Biden újraválasztása szempontjából. Tehát, tehát láttuk azt, hogy ugyanez az izraeli miniszterelnök nem félt konfrontál, konfrontálódni Obamával, és közvetlenül szólni az amerikai népképviselőihez a kapitóliumban, és mint hasonló forgatókönyvtől tart a Biden adminisztráció. Nem véletlen, hogy a jelenleg izraeli miniszterelnök ott úgy hívják, hogy a, 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 Jeruzsálemben élő republikánus szenátor. Tehát hosszú éveket töltött az Egyesült Államokban, tökéletesen beszél angolul, tökéletesen érti az ottani politikának a nyuanszait, és ettől, ezért tartanak ettől a látogatástól. Az amerikai elnök választásnak a kimenetele egyébként miben változtathatja meg ennek a háborúnak a menetét. Nem tudom, hogy hogyan számít a következő időszakra, tehát tartani fog még ed addig ez a háború. Igazság az, hogy nem tudjuk. Tehát, hogyha a háború átalakul egy ilyen counterinsurgency, vagy angolul mondják, egy fajta ilyen gerilla háborúvá, talán ez lenne a legközelebbi magyar megfelelője. Ha sikerül tényleg szétszedni a Hamasnak a katonai erejét, és átalakítani egy terror egy gerilla, gerilla, szervezeti, amelyik bujkán és gerila e, e, gerilla meg terrortámadásokat intéz, csak az évekig eltarthat. Tehát egy ilyen háború, Általában a szakemberek azt mondják, hogy 10 évig vagy 12 évig tart át, átlagosan, átlagát tekintve, körülbelül 10-12 évig tart egy ilyen háború. Tehát bőven eltarthat, és ez, ez nem, nem tegnap kezdődött ez a háború, ez a jelenlegi intenzív szakasza, ez egy, ez egy, egy kirívó eset, de már nagyon régóta tart a, a Hamas ellen, ez a, legalább 2006 óta, mióta a Hamas megpucsolta a palesztina autonómiát Gázában, azóta tart kisebb-nagyobb fellángolásokkal ez a háború, és valószínűleg folytatódni fog még akkor is, hogyha ez az intenzív része alább hagy mondjuk úgy, vagy, vagy be lesz fagyasztva vagy bizonyos ideig. Maradva még akkor egy picit Amerikában és Bidennél egy magasrangú fehérházi munkatárs nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államoknak több stratégiai nukleáris fegyvert kellene bevetnie az elkövetkezendő években, hogy elrettentse Oroszországot, Kínát és más ellenfeleit a növekvő fenyegetéssel szemben. Tehát felhívták a figyelmet arra, hogy az elrettentés a nukleáris fegyverek tolódhat át, ha én jól értem. Mi is többet beszélt itt az elrettentésről, és arról, hogy Amerika elrettentő ereje itt az utóbbi években úgy tűnik, hogy Csorvát szenvedett. Ilyen módon helyre lehet állítani, illetve mit szól magához -e ez a hírhez? Amit le, azt látjuk, hogy a... az atomhatalmak elnézést kérlek, azt látjuk, hogy az atomhatalmak egyre többet beszélnek arról, hogy újra átgondolnák Ah vagy újra átgondolják a nukleáris doktrinájukat. Látjuk ezt Kínában, láttuk Oroszországban, Franciaországban látunk ebben a kapcsolatban különböző ötleteket, és akkor teljesen természetes, hogy akkor az amerikaiak is elkezdenek erről beszélni, és ez, 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 ezek a diskurzusok olyanok, mint egy jéghegy. A jéghegynek a csúcsa kerül ki a nyilvánosság elé, és mikor a jéghegynek a csúcsa kibuk, ki Kikukocskár mondjuk, hogy a, a hullámok közül, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a, a, a tenger színe alatt ott van az a hatalmas jéghegy, és egy, egy hatalmas uh, intellektuális uh, erőfeszítés folyik a háttérben, um, újra átgondolni a dolgokat, újra megfogalmazni, új célokat fogalmazni, meg költségvetéseket biztosítani, fejlesztési terveket fogalmazni. meg, Tehát e, amit mi látunk, az a jéghegynek csak a csúcsa. A jéghegynek csak a csúcsa, és ez így van Kínában, így van Oroszországban, Franciaországban, Irán is. Iránban is szó volt arról, hogy átgondolnák újra a nukleáris doktrinájukat, és erre természetes, a természetes reakció az, hogy az Egyesült Államok is ö, ö, benevezett be erre a sportra. <hül> Elnézést kérek, tegnap egész nap a terepen voltam, és elment a hangom teljesen. Kiabálni is kellett? Por meg minden. hát. A por. Igen, por is meg kiabálni is kellett, meg a rádiók, meg minden. Mm. Ö, na, Úgyhogy ez van, és az is köztudomású, hogy az Egyesült Államok az utóbbi évtizedekben a békedividens miatt vissza, visszafejlesztette a nukleáris csapásmérő erejét, nem fejlesztette tovább, nem volt technológiailag, inkább megtartottak egy, egy meglévő szintet, és nem próbálták ezt fejleszteni, és most valószínűleg úgy ítéli meg az Egyesült Államok, hogy a jelenlegi jelenleg kialakult nemzetközi helyzetben több nukleáris fegyverre lesz szüksége, és nem annyira bevetésről van szó, mint inkább hadrend állítás, hadrendbeállításról. Újabb célba jutható eszközöket, modernebb nukleáris tölteteket akarnak hadrendbeállítani, és az enyhülés, amit az utóbbi évtizedekben látunk, az, az, az valószínűleg a múlté. Na még nagyon gyorsan akkor egy témát engedjen meg, ugye ha már itt a nukleáris fegyverekről beszéltünk, eretentő erőről és a többi, és a többi, akkor Iránt nem kerülhetjük meg, vagy nem hagyhatjuk ki, és ne is hagyjuk ki ebből a körből, ugyanis ezzel kapcsolatban is nyilván most folyamatosan vannak hírek, amióta Irán és Izrael összetűzött egymással, azóta még több, jobban érdekli a közvéleményt is, hogy mi folyik Iránban, és Irán 300 tonna uránt vásárolt Nigerből, tiltott nuk nukleáris Hoz. Ezt lehet olvasni a hírekben többek között, és hát az elmúlt hetekben pedig hallhattuk azokat a híreket, miszerint hamarosan atomfegyverhez juthat. Mégis azt látni, hogy igazából a kicsit olyan, mintha ezt így tétlenül nézném mindenki. Megjelenik a hírekben, hallunk róla, és akkor elképzelhető két hét múlva már, vagy három hét múlva arról fogunk beszélni, hogy van Iránnak atomfegyvere. Gondolom, hogy ez a ez a, 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 közterületeknek a tragédiája, hogy Roger Scruton hívta, The Tragedy of Commons, ez az angol kifejezés, hogy ami mindenki, az senki tulajdonképpen. És akkor, amikor megjelenik egy ilyen probléma, ami mindenki, például az észak-koreai -Észak nukleáris program, vagy az iráni nukleáris program, akkor igazából senki nem, senki nem akar ö, ö, birtokjogot képezni a, a probléma fölött. Senki nem akarja a magáévá tenni ezt a problémát, és azt mondani, hogy majd én jövök, és én megoldom ezt a, ezt a problémát, és ezért látjuk ezt a helyzetet, hogy gyakorlatilag Észak-Koreát sikerült megállítani ebben, a, ebben az erőfeszítésben, hogy atomfegyverre tegyen szert, és valószínűleg, hogy iránt se e, fogjuk tudni megállítani. Az egyetlen, aki, az egyetlen hatalom, amelyiknek érdekében, közvetlen érdekében áll, hogy ez ne következzen be az Izrael, most akkor a kérdés az, hogy megvannak e a képességek erre Izraelbe, hogy, hogy számottevően késleltessék, vagy esetleg megállítsák ezt a Iránnak az előre haladását az atomfegyver felé, és hogy megvan -e a politikai szándékra. Tehát ez két olyan dolog, amit nem tudunk, az egyik a képességek, a másik pedig a szándék, és ez nem tudjuk, hogy ez ott van-e. De rövidesen tudni fogjuk, rövidesen ki fog derülni. De talán még egy gondolat, Rita, hogyha megengedi ebben a, a mércecikkel kapcsolatban, hogy Izrael elvesztette a háborút, sokféleképpen lehet meghatározni a győzelmet. Az egyik legegyszerűbb meghatározás az, amit javasoltam, hogyha a szubjektív mérce. A szubjektív mérce, hogyha választanod kell, hogy, hogy melyik ki szeretnél lenni az adott helyzetben, akkor eldönthetett, hogy kinyerte meg a háborút. Egy másik ilyen mérce az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mik voltak a céljai a két, a két, két küzdő félnek, és milyen szinten sikerült megvalósítaniuk. És látjuk azt, hogy Izraelnek két célja volt tulajdonképpen, az egyik a tuszok visszaszerzése, és a másik pedig a Hamas katonai erejének a, az elpusztítása. És el ki kell mondani azt, hogy Izrael nem, nem sikerült megvalósítani a teljes mértékben a céljait. Körülbelül 50%-ba sikerült, tehát 50 ban sikerült kiszabadítani a tuszokat, a Hamas katonai erejének körülbelül a, a ami a megölt terroristákat illeti, körülbelül az 50%-át sikerült felszámolni. Vannak, akik 35-öt mondanak, teljesen mellékes. A, a a Hamas katonai egységként működő zászlójainak a talán a döntő többsége már, már, már megszűnt létezni a 26-ból, azt hiszem, vagy 24-ből vannak vitek ebből kapcsolatban, talán egy vagy kettő maradt még működőképesen, és ilyen szem, ezen, a, ezen, a, szinten én azt hiszem, hogy ilyen 70-75%-os siker tudhat magáénak Izrael. Nem jelenti azt, hogy eltűntek a Hamas terroristák. Tehát a, a terroristák ott vannak. Egyén szintjén, vagy ilyen kisebb fegyveres csoportokban mindig is ott lesznek. De egy olyan terrorhadsereg, ami 1500 vagy 2000 harcossal betört Izraelbe október 7-én, ez már nem létezik. Tehát ez egy egyértelmű győzelem, és ezt le kell tenni az asztalra. Soha nem fogunk látni egy tökéletes győzelmet, soha nem fogjuk látni a Hamaszt, hogy azt mondja, hogy igen, lehajtják a fejüket, és azt mondják, igen, kérem, elvesztettük a háborút, ez nem lesz. De vannak objektív mércék Izrael céljaival szemben, és én azt hiszem, hogy igen, igen jól haladunk ezek felé a célok felé. Most mik voltak Hamas, a Hamasnak a céljai? Hamasnak a célja, bármennyire forcsának is hangzik, de az volt, hogy Izrael megszűnjön létezni. Tehát ez a Hamasnak a hosszú távú célja, és ők biztosak voltak benne, hogy most beindítanak egy olyan láncreakciót, ami Izrael megszűnéséhez vezet, hogy magukkal rántják a, a ebbe a háborúba, Iránt, az összes környező arab országokat, és Izrael megszűnik létezni. És látjuk azt, hogy még a Hizbalat se állt beteljes melbedobással ebbe a háborúba. Irán egyértelműen nem, 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 nem vállalta nyílt konfrontációt. Volt egy, az az egyetlen egy pingpong. Izrael egyetlen egy csapásváltás. Azon kívül nem volt semmi más. A, a többi, Iránnak a többi csatlósa és azt látjuk, hogy inkább jelképes szinten küldözgetnek rakétákat. Egyszer egy nap, kétszer, két naponta, három naponta, de nem látjuk azt, hogy teljes erőfeszítéssel beleálltak volna ebbe a háborúba. Tehát Hamas még abban is még abban, elnézést kérek, a Hamas Hamasz még abban is kudarcot vallott, hogy a, a ciszjordániai a arab lakosságot sikerüljön fölázítani. A beszéltünk erről a Ramadán alatt, hogy nagyon forró, tehát még, még ez se sikerült. Látjuk azt, hogy hogy néz ki Gáza. A, a Gáza, Gáza, a Hamas fegyveres elejének a nagy része megsemmisült, a gázai városok robokban hevernek, a lakosság nagy része földön vált. Tehát én azt hiszem, hogy ezt eladni győzelemként kicsit nehéz lenne. És nehéz lenne. Képzeljük azt el, hogy van egy román-magyar háború, és, és, és Magyarország úgy néz ki, mint, mint most gáza. Valaki ezt magyar, egy magyar győzelemnek könyvelte volna el, én nem vagyok benne biztos. Tehát én azt hiszem, hogy ideje elővenne józan paraszti eszünket, és nézni, ránézni a képekre, amiket látunk, és ránézni a számokra, és on, úgy, úgy, úgy vonni meg ezt a mércét, és nem a azt szerint, hogy mit olvastunk a, a, a mértékadó nyugati sajtóban éppen, és mit kérőzzünk föl újra. Nagyon szépen köszönöm, így jön egy jó meleg teát, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Robert C. Kestel, biztonságpolitikai szakértő, az NKL kutatója és a Neokon főmunkatársa, akivel jövő héten újra találkozunk a viszonthallásra. Köszönöm szépen a viszonthallásra.